Van. Dávid Isten szíve szerint való király volt. Ki is volt ez a Dávid? Sok kijelentés van a Szentírásban. Az egyik, ami engem megérintett, ez ebből a sok-sok üzenetből, ami a Szentírásban van, hogy Dávid nem azt csinálta, amit a papok, hogy egy évben egyszer bement a szent sátorba, a szentek szentjébe. Dávid egyszerűen csak bement bármikor, és leült az Isten jelenlétébe, és beszélgetett vele. Ez az egyik dolog, amit szeretnék a szívedre helyezni. Bármikor jöhetünk az Úrhoz. Egyébként is azt mondja a Szentírás a zsidókhoz írt levélben, hogy az a kárpit, ami elválasztotta a belső részt, a szentek szentjét, ahova egy évben csak egyszer mehetett a főpap be, az, amikor Jézus meghalt a kereszten, ez a kárpit a tetejétől az aljáig ketté szakadt.